Gáncs Kristóf, Lajos kutya buszra száll. Lajos kutya napjainak elmaradhatatlan része volt a reggeli séta. Már annyiszor bejárta keresztül Kasul a falu utcáit, hogy csukott szemmel is oda talált volna bárhová és bárhonnan haza. Egy nap Lajos kutya útja a busz megálló felé vezetett. Az indulni készülő sárga buszt kémlelve felfedezte, hogy még az utasok mind előszállnak fel libasorban, a hátsó ajtó is tárva nyitva maradt. Kíváncsian a hosszú járgány hátuljához lopódzott, és felszögdécselt a lépcsőn. Még éppen az utolsó pillanatban, mert az ajtók már is hatalmas sziszenéssel záródtak. Kezdetét vette Lajos kutya életének eddigi legnagyobb kalandja. Lajos kutya az utolsó előtti ülés alatt húzta meg magát, és mi tagadás, kicsit félt, de tele volt izgalommal. Hosszú zögykölődés után a busz hirtelen megállt, és az ajtók kinyíltak. Lajos kutya meg sem mozdult, míg egy leszálló kislány fel nem fedezte őt, és világgá nem kürtölte: Nini, itt kuksol a Lajos kutya! A buszvezető bácsi nem hitt a fülének. Elindult hátra, kezében egy seprűvel. Lajos kutya azonban nem várta meg, hogy lezavarják, már is repült is le a hátsó ajtón. Egészen a következő sarokig iszkolt, ahol úgy érezte, újra biztonságban van. A lihegő kiskutya körülnézett, és csak ámult-bámult. Soha nem járt még a városban. Az úttesten sorban száguldottak az autók, motorok, kék buszok, sőt, nem is olyan messze, egy sárga villamos is elrobogott. Lajos kutya minden bátorságát összeszedve átkelt a zebrán. Egy sétáló utcához érkezett, ahol csillogó boltok sorakoztak egymás után. Játékok, könyvek, biciklik, végül pedig egy pékség. A kirakatban hatalmas perecekkel. A kutyus, aki a nagy izgalomtól már igencsak megéhezett, hosszan időzött itt a friss kifli illatban. A pékséggel szemben egy fiú hotdogot árult. Lajos kutya odasétált, és nagy áhítattal elé telepedett. Hosszan bámulta az árust a tőle telhető legszebb nézésével, de a bűvös tekintet, amely otthon mindig kolbászt ért, most nem működött. Lajos kutya éhesen folytatta útját. A sétáló utca végén egy akkora áruház volt, amekkorában Lajos kutya falujának kisboltja, iskolája, sőt, még a temploma is kétszer belefért volna. Az áruház magától nyíló ajtaján kibesiettek az emberek. Sokuk mellett ott vonultak pórázra kötve elegáns kutyáik is. Lajos kutya azt hitte, rosszul lát, amikor egymás után jöttek-mentek a ruhába öltöztetett négylábúak, gondosan vágott frizurával. Kutyák? Ruhában? Farsangban? Lajos kutya olyan jól szórakozott ezen, hogy csak úgy repült az idő. Egyik-másik ebnek a nyomába eredt, hogy megértse, hova és miért vették fel ezeket a furcsa maskarákat. Ám addig-addig szelte keresztül Kasul az utcákat, míg végül teljesen eltévedt. Lajos kutya kezdett megijedni, de ekkor hatalmas meglepetésére egyszer csak a nevét hallotta. A hang felé fordította fejét, és meglátta öcsi egyik tanítónéniét. Éppen azt, aki már többször saját kezüleg cipelte ki őt az iskolából, amikor is sikerült a gazdája után belógnia. Most a tanítónéni hitte azt, hogy káprázik a szeme. Lajos kutya egyedül a városban. Lajos kutya igencsak megörült az ismerősnek. Oda szaladt hozzá, és örömében körbeugrálta. Most cseppet sem bánta volna, ha a tanítónéni egészen hazáig cipeli. Együtt mentek vissza a buszig, sőt, amikor a tanítónéni látta, hogy a kiskutya mennyire éhes, még egy kifli csücsköt is adott neki. A buszvezető bácsi mosolygott, amikor újra meglátta Lajos kutyát. Nem volt ő szőrös szívű, és kicsit azért aggódott, hogy mi lesz a falusi csavargóval a nagyvárosi forgatagban. Barátságosan csóválta a fejét, de végül szó nélkül megengedte, hogy a potyautas felszökjön a buszra, és helyet foglaljon az utolsó előtti ülés alatt. Amikor hazaértek, Lajos kutya elsőként szállt le, és úgy szaladt, hogy az összes utas közül ő ért haza először. Miután bepréselte magát a nagy kapu alatt, boldogan futott egy kört a kerti birodalmában, majd nekilátott a tálkájában várakozó vacsorájának. Már régen kihűlt ugyan, de sosem esett ennél jobban.
Apa csak másnap tudta meg, mi történt. A buszvezető bácsi az utca túloldaláról kiáltott rá vidáman, hogy bizony tartozik neki 2 buszjegy árával. Én buszjeggyel, értetlenkedett apa, de hát én nem utaztam sehová. Te nem, de Lajos kutya bizony tegnap a városban járt, méghozzá egyedül, már az egész falu erről beszél. Lajos kutyának napokig még az utcán csavarogni sem volt kedve. Boldog volt, hogy újra otthon lehet, ahol mindent és mindenkit ismer, ahol nem kell fura ruhákba bújnia, és ahol, ha elég szépen néz, mindig jut neki kolbász és kifli csücsök. Soha nem ment többé világgá, a faluban viszont még évek múlva is meséltek a legendás Lajos kutyáról, aki egyedül buszra szállt.